Köszöntöm kedves nézőinket, Önök Hétről Hétre című magazin műsorunkat látják. Megkapta az NB1-es induláshoz szükséges licenszet a Mezőköves Zsúri SF felnőtt csapata, így nincs adminisztrációs akadálya annak, hogy labdarúgóink a bajnoki cím megszerzése esetén az első osztályú pontvadászatban szerepelhessenek. Az első osztályú szereplés lehetőségéről és a fejlesztési tervekről Tálai András, a Mezőköves Zsúri SE elnöke adott tájékoztatást. Ha a Mezőköves Zsúri SE felnőtt csapata bajnok lesz és megszerzi a jogot az NB1-es szereplésre, akkor abban az esetben nevezhet az első osztályú küzdelmekre, hogyha megteremti azokat a feltételeket, amelyek a licenc szabályzatában szerepelnek. Szeretném megjegyezni, hogy nem először kapta már meg a Mezőköves ezt a licenszet, hiszen a 2011-12-es bajnokságban is úgy szerepeltünk, hogy NB1-es licenszünk volt, tehát ilyen szempontból nem új a klub életében. Olyan szempontból új, hogy 2 év alatt jelentős szigorítások voltak, és nagyon sok feltételnek kell megfelelni. Egy a lényeg, hogy valóban elhárultak az akadályok jogi értelemben attól, hogy a csapat tudjon indulni az NB1-ben. Az első osztályú indulás feltételei jelentős mértékben megszigorodtak az elmúlt 2 évben, és természetesen senki sem szeretné átélni azt, ami Egerben történt. A felnőtt csapat vezetői nem szeretnének felkészületlenül, átgondolatlanul és felelőtlenül nekivágni az NB1-nek. Nagyon komoly feltételeknek, infrastruktúrális feltételeknek kell megfelelni, és mi készen állunk arra, hogy megfeleljünk ezeknek. Kezdem a pályával. Tehát itt 5000 főre kell nézőszám, 5000 főre kell a nézőszámot biztosítani, abból 1000 embernek kell ülőhelyet biztosítani, ez már megvan. Viszont a 4000 állóhelynek a kiépítése az a bajnokságot követően fog megkezdődni. Az azt jelenti, hogy beton lelátókon állóhelyet fogunk biztosítani. Ott, ahol körbenézünk a pályán, ott, ahol szabad helyek vannak, lényegében ott mindenhol állóhely lesz kialakítva, illetve az ülő helyek mellett, tehát annál a szektornál, ott egy hasonló betonelemekből lesz állóhely kialakítva, hogy az később esetleg ülőhelyé, fedett ülőhelyé lehessen átalakítani. Úgy gondolom, hogy ennek az előkészületei előre haladott állapotban vannak. Most ajánlatokat kértünk vállalkozóktól, hogy ki az, aki ezt meg tudja készíteni. Ez egészen biztos, hogy egy esetleges júliusi NB1-es kezdéshez ez készen lesz, tehát ez megvalósul. Ami a lelátó fejlesztésével kapcsolatban jelenleg a legnagyobb gondot okozza, hogy a pályán jelentős számú mellékhelyiséget kell biztosítani a hazai és a vendégszurkolók részére egyaránt. Szeretnénk a lelátónak az alját kialakítani ilyen célokra. Hát nagyon bízom benne, hogy ez is sikerülni fog, és a vendégszektor, ami a lakótelep felőli kapu mögött lesz 200 ülőhely és a többi állóhely lesz, ott pedig mobil WC-ket szeretnénk majd biztosítani. Szintén fontos beruházás lesz a biztonság technikai és a beléptető rendszer kiépítése. A sporttörvény módosítása értelmében egy adott helyen csak akkor lehet kiemelt mérkőzéseket lejátszani, ha biztonság technikai rendszer ki van építve. Névre szóló jegyek lesznek, és beazonosítható igazolvánnyal lehet csak a mérkőzésre majd belépni, de hangsúlyozom, hogy ez csak a kiemelt mérkőzésre. Tehát erre vonatkozóan kaptunk lehetőséget, hogy nem az első bajnoki meccsre kell, hogy elkészüljön. Ennek lesz egy központi szerver szabálya, ami valószínű a volt ökölvívó helyiségnek az egyik szobája lesz, és ennek a tetején lesz elhelyezve majd az úgynevezett irányítási pont, hiszen onnan fogják biztonságtechnikai szempontból kontrollálni a mérkőzést, kamerák lesznek a nézőtéren elhelyezve, ez az új előírás, ennek is meg kell tudni felelnünk. Erre szintén van már tervünk, árajánlatunk, és azt gondolom, hogy a megadott határidőre, tehát mire az első kiemelt mérkőzés lesz Mezőkövesden, addigra ez is el fog készülni. A biztonságtechnikai rendszer megépítésével kapcsolatban kapott egy kis haladékot az Egyesület, ugyanis a csapat a bajnoki menetrend kialakításakor irányított sorsolást kérhet, ami azt jelenti, hogy az első néhány fordulóban elkerülhetik a kiemelt mérkőzéseket.
A klub vezetői nagy valószínűséggel élni fognak ezzel a lehetőséggel. A harmadik jelentős fejlesztés a világítás kiépítése lesz, amely szintén előre haladott állapotban van. A hálózat bővítése elengedhetetlen, ezt a feladatot az önkormányzat fogja elvégezni. Az önkormányzat végez el, az önkormányzat megállapodott az EMASZ-szal, és az EMASZ úgy tudom július 15-ig fogja biztosítani a hálózat bővítést, az pedig a Kavicsos-tó út felőli sarkon lesz, ott a pálya mellett onnan fogják betáplálni majd a világítást, tehát ez júliusra ígéri az EMASZ, hogy ez meg fog tudni valósulni. Közben éppen a mai napra készült el a belső világítási terve a létesítménynek, tehát a villanyvilágítási terve készen van, amelyet napokban be fogunk adni engedélyeztetésre, és közben persze majd elkezdődnek a kivitelezési munkák, hogy amire a hálózat bővítés megvan, addigra előre haladott állapotban legyünk a villanyvilágításnak az elkészítésével is. Azonban, ha nem sikerülne, mondjuk július 26-a szombat, és akkor kezdődne a bajnokság, akkor vagy fölcserélnénk a pályaválasztójogot az első néhány mérkőzésre, vagy pedig főpályaként a Debreceni stadiont adtuk be a licenszbe, Debrecennel vagyunk megállapodásban. Azért nem Diósgyőr, mert Diósgyőr nem vállalta, mert ott is pályafelújítási munkák lesznek, tehát a Diósgyőr sem fog Diósgyőrben játszani, legalábbis az ügyvezető elnök ezt a tájékoztatást adta nekünk. Mindenképpen szeretnénk, hogy legkésőbb augusztusban a villanyvilágítás is elkészüljön, és már augusztusban hazai mérkőzést tudjunk Mezőkövesden játszani. Még egy nagy horderejű infrastruktúrális fejlesztés fog megvalósulni. A vezetőség régi vágya, hogy a klubszékháza bővüljön, és most erre is sor kerülhet, hiszen rendelkezésre állnak a fejlesztéshez szükséges források. Ez egy kicsit hosszabb dolog lesz, tehát itt egy kicsit én is izgulok, hogy egyszerre el fogja tudni készülni, mint hogyha ez a folyamat egy kicsit le lenne maradva, de nagyon bízom azért benne, hogyha esetleg a júliusi első bajnokira nem is, de ahogy mondtam, augusztus hónapra az épületnek a felújítása is el fog készülni, legalábbis félkész állapotban lesz. Ez azt jelenti, hogy az alsó szint teljesen felújítva, és a MB1-es igényeknek megfelelő helyiségek biztosítva, és annak a felszerelése, és a felső szintnek pedig a váza, tehát maga az építmény és a tető az elkészülne, és majd második szintben kerülne az befejezésre. Összegezve tehát a szükséges fejlesztéseket, van egy felújítási feladat a lelátóval és a mellékhelyiségek kialakításával kapcsolatban, amely elkészülhet a július végén esedékes bajnoki rajtra. Fontos feladat a biztonságtechnikai rendszer, valamint a villanyvilágítás megépítése, amely szintén jó eséllyel elkészülhet július végére, vagy legkésőbb augusztus első felében. A negyedik fontos szakasz a klubház átalakítása és bővítése lesz, ahol szintén megvannak a tervek, és a projekt már az árajánlatkérés szakaszában van. A fejlesztésekhez jelentős anyagi forrás szükséges, azonban a klub vezetői elő tudták, illetve elő tudják teremteni a pénzt. Az egyesület, illetve az egyesület által alapított gazdasági társaság, a Mezőkövesd Zsóri Kft. A társasági adórendszerben az MLS-től a 2012-13-as bajnoki évre önerővel együtt 30% az önerő 250 millió forintot nyert fejlesztésre. Ez azt jelenti, hogy 190 millió forint társasági adótámogatás, amelyet sikerült összegyűjteni az elmúlt év végén, és az ott van az MLS-nek a számláján, tehát ott van közel 200 millió forintunk. A többi pedig önerő, amit az önkormányzat tesz hozzá, de itt megjegyzem, hogy az önkormányzat ehhez kapott állami egyedi segítséget, kormányhatározat értelmében a város 650 millió forint egyedi támogatást kapott, tehát ennek egy része. Tehát igazán városi pénz nincs a fejlesztésben. A 250 millió forintot az MLS-nél meg fogjuk osztani, az egyik részét a villanyvilágításra, a másik részét pedig az épületfelújításra fogjuk fordítani. A lelátó építésnek a forrása szintén egy pályázat, amit a belügyminisztérium írt ki, itt 20 millió forintot lehet elnyerni.
Ez sport ingatlanok fejlesztéséről szól. Az elmúlt évben is nyert ezen a pályázaton a város, nagyon bízom benne, hogy sikerült, tehát ennek igazából az lesz majd a forrása. A beléptető és biztonságtechnikai rendszer kiépítése a társasági adópályázatnak köszönhetően fog megvalósulni. Ez egy kb. 50 milliós, 60 millió forintos fejlesztés, amiből tehát 70%-ot társasági adóból tudunk finanszírozni, ez pedig a jövő évi, tehát a 2013-14 évi társasági adórendszerből kívánjuk finanszírozni. Itt, hogyha július 1-e után kezdődnek el a munkálatok, azok elszámolhatók az adott évben. Tehát a forrás rendelkezésre áll, és a városnak saját bevétele és forrását nem fogja terhelni ez a sport ingatlan fejlesztés, hiszen tudjuk, hogy 2 éve a kiemelt sportágoknak a finanszírozása teljes egészében megváltozott, és igazából ebben járunk mi jó úton, mondhatni az élen a kisvárosok között, hiszen ezt a lehetőséget használjuk ki. Az más kérdés, hogy pontosan azzal párosul, hogy a csapatunk viszont nagyon nagyszerű eredményt ér el, és a csapat eredmény is ösztönöz bennünket arra, hogy éljünk ezekkel a lehetőségekkel, és hogy fejlesszük a sportlétesítményt Mezőkövesden. Sporttörténeti sikerkapujában áll a város, hiszen a kézilabdázók mellett nagy valószínűséggel a labdarúgók is az első osztályban indulhatnak. Tálai András véleménye szerint Mezőkövest képes lehet arra, hogy akár hosszú távon is első osztályú szinten tudja működtetni a csapatokat. A kiemelt csapatsportok és közötte van a kézilabda is természetesen, és a labdarúgás is. A finanszírozása teljesen megváltozott, hiszen a társasági adórendszerben a működésre is lehet pénzeket szerezni, és úgy gondolom, hogy a kézilabda csapatnak is ez a jövő útja, persze amellett, hogy szponzort is kell találni, hogy sokkal jobban kihasználják a társasági adó adta lehetőségeket, és nem csak a Mezőkövesdi szigetektől, hanem az egész országot lényegében bejárva kell ezeket a forrásokat szerezni, és azt gondolom, hogy ha ez a forrás maradni tud, akkor akár egy Mezőkövesd nagyságú kisvárosban is, hosszú távon is működhet élvonalbeli felnőtt labdarúgó csapat, és persze annak a hozománya, hiszen minden korosztályban utánpótlás csapatnak kell működni, és vagy a Bozsi program van, vagy a Nemzeti Bajnokságban kell, hogy részt vegyenek. Ezt egyébként nagyobb kihívásnak látom, hogy ezt tudjuk teljesíteni, mint magának az infrastruktúrának a megvalósítását, de két szakemberünk is dolgozik, azon járja a vidéket, illetve a környéket, Bükkábrányt, Egerbe, Borsod-Volánnal tárgyalnak, hogy ezeknek a feltételeknek is meg tudjunk felelni. Én azt gondolom, hogy azzal a forrással, amit az MLS biztosít, ugye a különféle média jogok kért ugye cserébe, az NB1-es klubnak ez egy 100-120 millió forint, az a forrás, ami most megvan, és azért várható, hogy esetleg újabb szponzor, támogató is követni fogja azt, ami itt Mezőkövesden van. Egy stabil, nem nagy költségvetésű, de mégis egy stabil hátterű csapatot tudunk itt hosszú távon majd működtetni. Hát Mezőkövesd arról híres, hogy bár nem nagy pénzt tud adni a működtetésre, így a játékosoknak sem, hiszen amatőr szerződésük van, de egy biztos, hogy amit ígérünk, azt napra pontosan tudjuk teljesíteni, és a mai világban ez nagyon-nagyon felértékelődött. A labdarúgó csapat feljutására nagyon komoly az esély, hiszen együttesünk lépéselőnyben van a riválisokkal szemben. Abban az esetben, ha Weber György gárdája a hátralévő két összecsapáson legalább egy pontot megszerez, a csapat ősztől az élvonalban szerepelhet. Tálai András bízik benne, hogy egyre többen felfigyelnek arra, ami Mezőkövesdi labdarúgó csapatnál történik, és reméli, hogy együttesünk várhatóan több ezer néző előtt ki tudja majd vívni a feljutást a Cegléd ellen. Amennyiben sikerül megszerezni a bajnoki aranyérmet, akkor kimondhatjuk, hogy Mezőkövesd az észak-magyarországi régió egyik futballfellegvára lett, és olyan szinten működik, amellyel az egész ország elismerését kivívja. A Mezőkövesd Zsóriese, Ceglédi Viese MB2-es felnőtt bajnoki mérkőzést május 26-án vasárnap 18 órakor rendezik meg a városi sportpályán. Felhívjuk a szurkolók figyelmét arra, hogy a klub vezetőinek döntése értelmében az összecsapásra a belépés az állóhelyekre ingyenes lesz. Jöjjön és szurkoljon velünk ön is a mezőkövesdi labdarúgás történetének legnagyobb sikeréért!
Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket.